Tehát ide szeretettel köszöntünk a Tisza István Mozi néni tárgyalásának, másik tárgyalás után vagyunk, és a rövid összefoglalót szeretnénk adni, hogy mi történt, mi várható ebben az ügyben, amelyről már múltkor elmondtam, és ez mai nap a tárgyalás is megerősödött, hogy abszolút világosan látható magyar ellenes koncepciós perről van szó, ahol mind a bíróság, mind az ügyészség, mind a rendőrség egy tudatos koncepcióval próbálják át csúnya szóval fogalmazok ráhúzni a vizes lepedés Mandinénire, gyakorlatilag erről szól a történet, ahelyett, hogy azt a zsidó embert kapnák el és vannák felőségre és számoltatnák el, aki őt nagyon csúnyán és brutális módon megütötte. Mi történt ma? Röviden összefoglalva az történt, hogy milyen a tárgyalás elején a sajtó kitiltotta a tárgyalóteremből a bíró, megtiltotta a felvételkészítést, az első alkalommal ez lehetséges volt. A hallgatóságból pedig lényegében 8 fő jelenlétét engedélyezte csak, és hát végül is itt a gyülekezet azért egy határozottnak minősült, és hát többen hallottak benne, mint 8-an, de hát arra nem volt mehetsz a bírónak, hogy rendészekkel kivezesse a tiszteletes urat. A mai tárgyaláson akkor ezzel még arra is értesülhettünk, hogy a nem tett eleget a bírónő az anyítványunknak, hogy keresem a rendőrséget a feltételekkel kapcsolatban, amit a múltkori tárgyaláson néztünk, mert azon minden látszódik, csak egy nem, Martinelli bármit csinál. Na most egyébként hozzáteszem, tényleg nem követett el semmit Martinelli, tehát a védelemnek ez jó. Viszont az nem jó a magyar embereknek, és a védelemnek se, hogy a rendőrség olyan felvételeket titogat be, amelyek valószínűleg azért nem tartalmazzák az események érdemi részét, mert ott látszik, hogy nem csinál Magdi néni. Most szakértőt kirendeltek az indítványunkra, képszakértő vagy videószakértő, aki majd kinyomozza, hogy manipulálta a felvételt a rendőrség, vagy sem. Én elfogultsági indítványt tettem, kértem a bíró kizárását le az elmondott okok miatt, és ő úgy érzi a tárgyalási vezetőt, hogy nem elfogult, és tovább folytatja az ügy tárgyalását. Ettől természetesen még a bíróság elnökének majd dönteni kell a kizárás indítványról. Nem akarok ezzel semmit borítékolni. Ilyen érdekes momentum volt, hogy az ügyész nő is megkérdezett, hogy és engem nem tart elfogultak? Nem tesz indítványt? Hát mondtam, hogy nem teszek, de elfogultak tartom. Mert hát láthatóan hát, olyan forradalmi hevülettel jár el ebben az ügyben, hogy majd azért megnézném, hogy a következő ügyben, ha jól látom, hogy egy lakatosan vezető úr lopási ügyében pedig hát nem biztos, hogy ilyen hevülettel tárgyalnak az ügyészek. Ezért jó a hallgat, ezért jó a nyilvánosság a tárgyalásnak, ugye? Mert meg lehet győződni arról, hogy egyes ügyészek hirtelen fülnyi madárként föltámadnak, mint egy ilyen ügyben, mint a Mandini ügye, és akkor itt hihetetlen energiákkal küzdenek azon, hogy a saját koncepciókat bebizonyítsák, és hihetetlen energiákkal nem küzdenek azon, hogy megtalálják ezt a zsidó embert, aki elkövette a cselekményt. Hát ott beszélt a rendőrrel. Most gyakorlatilag mi indítványt tettünk. Annyit azért megtett mondjuk az ügyészség, hogy én ugye a tárgyalás előtti napon elküldtem az Amerikai Népszava egy cikkét, ahol ez az ember egy kvázi olvasói levelet ír le, és hogy én voltam az, aki hát ugye részese volt ennek az eseménynek, rám támadt az 50 év körüli, egyébként meg kell dicsérni a kedves zsidó embert, mert valaki 50 évesnek tartja, úgyhogy igaza van egyébként, mert tényleg olyan fiatalosan néz ki, és ugye leírja az eseményeket, nyilvánvalóan beazonosítható emberről van szó, IP cím alapján egy perc alatt egy bármilyen közösség ellen izgatásos ügyben a hatóság azonnal megtalálja az úgymond elkövetőt, ha valaki csúnyát ír mondjuk a Izrael államáról. Tehát gyakorlatilag most az történt, hogy az ügyész azt mondta, hogy jó, akkor most ezt úgy tekintem, hogy a nyomozás folytatását fogjuk elrendelni az ismeretlen elkövető kézzelkerítés érdekében. És egy kicsit védelmi szempontjából talán még kockázatosnak is minősíthető, mert ugye ő nyilván nem valószínű, hogy azt fogja mondani, hogy hát mégsem követett el semmit Magdi néni. De nekünk az a célunk, hogy őt a hatóság kézzelkerít, és vonja felelősségre. Mert az a döbbenetes dolog történt, két tanút, rendőrtanút is meghallgattuk, az egyik abszolút nem látott semmit, tehát nem releváns, másik rendőrtanú azt mondja, hogy ő szem előtt történt az ütés. És hát elég komoly ellenmondásokba került, mert gyakorlatilag a saját előadásában azt mondta el, hogy az ütés pillanatában csak a zászlót látta. Utólag látta, hogy Tisza Istvánné arcát ezután látta meg. Tehát magyarul az ütés pillanatában nem látta, hogy ki üt, úgymond. Először azt mondta, hogy csattant az ütés, aztán már nem is csattant az ütés. Nem tudta megmondani, melyik kézzel fogja az ászlót, vagy fogta az ászlót, úgymond az elkövető. Tehát
ebből fakadóan föl volt a tekerve, nem volt föl a tekerve, tehát számos kirívó, nagyon durva ellenmondás volt megfigyelhető. Úgyhogy én igazából úgy értékelem, hogy alapvetően jó irányba halad a védelem. Én úgy érzem, hogy ezt meg fogjuk nyerni, ezt az ügyet, az igazságon mi oldalunkon van, és hát szembesítések is eredménytelenek voltak. Egyébként a rendőr, az érdemi rendőr tanú sem éreztem nagyon nagy rossz indulatot, de én úgy érzem, hogy ő neki annak idején hát egy vallomást kértek tőle, amit meg kellett tennie. Ő ettől nagyon nem térhet el, mert akkor meg azért fogják őt hátsó félán billenteni. Ő volt, aki előállított a Martinénit, és hát olyan tisztelettel beszélt azért róla. A mi civil tanunk, akit meghallgatunk, van egy polgári tanunk, aki elmondja, hogy tulajdonképpen zászlóval történt a célzatos fejbeütés Martinéni részéből nem látott. És elmondja azt, hogy más pozíciókban voltak már, amikor egyetlen az zászló és ennek az embernek a feje kölcsönhatásba került, egy ilyen véletlen folytán, hogy az mellett álló hölgytársával elkapta az zászló, és akkor az meg legyintette igazából. Na most ez bocsánat nem bűncselekmény, azért ne vicceljünk már. Tehát azért, ilyen már mondom, vele sokszor megtörtént, és mondtam, hogy tüntetésen sokszor már meglegyengedtek az zászlóval, nekem jó érzés. Ha majd azáltal meglegyintenek ettől függetlenül. Tehát én azzal zárnám, hogy és adom át a szót, akkor tiszteltes úrnak és Martinének, ha van mondani valójuk, hogy biztos van, hogy ez egy nagyon szép jogi ügy, nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben az ügyben eljárhatunk, és hát ahogy szoktuk mondani, az utolsó paragrafusig minden megteszünk annak érdekében, hogy az igazság győzelemeskedjen és Martinét felmentse a bíróság. És mindazok, akik ebben a koncepciós perben viszont hát elmarasztalható szerepet játszanak, elég méltó büntetésüket. Akkor Magdinéni? Hát én köszönöm az egyháznak, és köszönöm az ügyvéd úrnak, hogy eljöttek és mellettem kiálltak. Mármint a magyarok mellett, mert hát tulajdonképpen én is magyar vagyok. És én is itthon vagyok. Igaz, hogy kiértem az emigrációban 50 évig, de ez a hazám, és hazahívott Magyarország. Valamit még ne fejeztem be. És köszönöm az egyház fejének. És bár minden református egyháznak ilyen papja lenne, mint amilyen a Ez igaz. Ez így van. Hát tisztelt urat, mondjam, kedves testvéreim, hogy gondolom Magdinéni nem így érzi, amikor be kell jönnie egy ilyen tárgyalásra, részt kell vennie és tapasztalnia, hogy ilyen rekonszepcióval viszonyul hozzá az az ország, amelyik hazahívta, legalábbis a hivatalos államaparátus, és nyilván nem a nép és a nemzet, de mégis rendkívül hasznos ez az ügy, mert annyira abszurd, hogy abszurditásával mutat rá arra a hihetetlen kettős mércére, ami hova tovább fenntarthatatlanná teszi már azt a rendszert, amely népünket, magyarságunkat folytogatja napról napra, persze, pillanatról pillanatra. Ami a tárgyalás erejét illeti, ahogyan a ügyvéd úr is, Baudinak Tamás elmondta, már a kezdetén olyan hangulatot teremtett a bírónő, amivel egyértelműsítette, hogy kizárólagosan az ő prekoncepciójuknak adnak teret, és az érvényesülhet. És akkor, amikor én Henning Józseffel együtt tizedikként bemerészkedtem a terembe, tehát már kétszeresen létszám felettinek minősültem a meghatározott, jogellenesen meghatározott 8 fő fölött, akkor leültem a hátsó padba, az első parcsor az teljesen üres volt, tehát ahogyan az ügyvéd úr is érvelt, a teremnek a nagysága lehetővé tette volna a nyilvános a tárgyalás, már pedig a bírónő elismerte a nyilvános a tárgyalás, hogy mindenki bent maradhasson, aki eljött erre a tárgyalásra, vagy döntően akik eljöttek. Én a hátsó sorban vele szembe ültem le, és akkor is elhangzott a felszólítás, hogy kéri, hogy távozzanak azok, akik létszám felettiek, tehát döntsük el, hogy ki az, aki marad és ki az, aki megy. És hát erre én annyit szegeztem neki szembe, hogy akkor vezetessen ki. Vezetessen ki. Végül nem tette meg. Mit mutat ez? Nem szabad emberek fölállni a helyünkről, egy másodpercig se.
igen, akkor vedettessen ki, és én arra kérem a honfitársaimat, hogy a következő tárgyaláson, ami február 6-ára van kitűzve, minél többen legyünk 13 órakor. A 13 órakor. Ugyani bíróság 3. emelet 390-es. Igen, Pesti Központi Kerületi Bíróság, 3. emelet, 390-es terem, a folyosó legyen tele, és akkor lássuk a medvét, nézzük meg, hogy meddig merészkedik az eljáró bírónő az úgynevezett kivezettetésben. Mi mindig a törvényes rendet képviseltük, és tűzbe teszem a kezemet Magdi néniért, hogy ő soha senkinek fizikálisan, tettegesen nem ártana, mert soha nem is ártott volna. Ő nem olyan nevelésben részesült, már bocsánat, mint azok, akiket a fennálló hatalom minden további nélkül véd, vagy éppen futni enged és futni hagy, beleértve különösképpen a válthatóságot. És azért, ha már a válthatóságot magát is szóba hoztam, ilyen szépen én magam is részese voltam egy koncepciós eljárásnak, sokan a nem csak a nemzeti oldalról, hanem a gyermek oldalról is emlékeznek erre, amikor, igen, amikor közösség elleni izgatás gyanújával fogott perve engem maga a magyar állam. Az állam elbukta egyébként ezt az eljárás. Döbbenetes, hogy itt a sértettet úgymond idézőjelbetéve, tehát akit Magdi néni sértett meg, a várhatóság nem akarja felkutatni, ugye? Döbbenetes az egész, illetve aki a Magdi nénit megsértette, de az se jelenik meg a tárgyaláson, akik Magdi néni sértett meg. Értjük? Tehát nem csak az nincs felkutatva, akit úgymond Magdi néni, aki Magdi nénit bántalmazta, hanem az sincs jelen, ugye, aki sértett lett volna. Nem tudjuk, hogy milyen sérülés szenvedett el. Tehát ez is az eljárásnak teljes abszurditása. Teljes abszurditása. Tehát olyan mondom, hogy a... Szerintem engedjük el a bocsánat a urakatot, akik át akar, engedjük el, kihúzódjunk össze, hogy a lehetséges. Az 50-es évebeli eljárási rendet idézi mindent, amit a bíróság is főképpen a válthatóság az ügyészségünkben. És ami pedig a válthatóságnak a hozzáállását illeti, és az egész ügyet. Ennek nem azért, mert ellene most újfent eljárás indítottak, azért, mert a kormányzó úr Vitéz nagybányai Horthy Miklós emlékezetét méltó módon őrizzük, és megpróbálnék pármi jópontot szerezni a világi hatalom, államhatalom, vagy éppen egyházi előjáróim felé. De ne csak a vérségi, faji, genetikai, etnikai vonatkozását emeljük ki ennek az ügynek, hanem annak, hogy itt áll egy hölgy, aki magyar hölgy, de hölgy, ugye nőről van szó. Egy nő elleni bántalmazás volt az, ami megvalósult, és érdekes módon ez nem számít. Ilyenkor nem számít. Ilyenkor nem jönnek a nagy civilek, hogy na ne, ugye, és ne bántsa nőt. Ilyenkor nem tartják fontosnak, hogy a gyengébbik nem meg legyen védve. Sőt, mint a magyar állam, a gyengébbik nem, sőt egy idős képviselője, már aki 50 évesnek tűnik, egy idős hölgyet vesznek elő, és megzálnak, és büntető per bántottjává teszik és degradálják. Miközben egész életét tisztességben, becsületben érte, és mindenkinek a javát kívánta szolgálni, de legtöbben a magyarság javát. Csákány Csabát, add el csillát kérem a tárgyalóterembe! Úgyhogy álljunk ki mellette, Bissőkig, február 6-án, hány óra? 13 óra. Pesti Központi Kerületi Bíróság, 3. emelet 390. Egy záró gondolatot még el szeretnék mondani abban a körben, hogy viszont mennyire mutatja a bíró elszántságát, hogy amikor megtettem az elfogadottság indítványomat, és megkérdeztem a zsidó származású miután ebben a perben döntő jelentőségű, hogy egy keresztény nemzeti érzelmű hölgyet, egy bántalmaz egy zsidó, és csak a keresztény nemzeti érzelmi hölgyel szemben indul eljárás. Ezért mindenképpen
Ugye ezt meg kell kérdeznem. Ugye Gecspik László is megkérdezte annak idején egy közösség elleni izgatásos ügyben. Vele szemben ugye egy boszorkány üldözés indult, fegyelmi járás indítottak vele szemben, amelyet azonban jövelősen megnyert. Maga Sólyom László írta azt a szakvéleményt, amelyben leírják, hogy ezt bírói kötelesség ilyen esetben elmondani. Na most a bíró erre úgy reagált, hogy a mai tárgyalás jegyzőkönyvét megküldi az ügyvédi kamarának, tehát fegyelmi eljárást indítani velem szemben. Tehát ez mutatja, hogy milyen erők és indulatok vannak ebben az ügyben, de mi nem hagyjuk magunkat, mert nem az igazság, és Gandhi szavával szeretném zárni, amely szerint először hát kigúnyulnak, aztán megpróbálnak levegőnek nézni, harmadszor megpróbálnak közeli veled szemben, de végül is negyedszerre te fogsz győzni. És ezt tette India, amikor legyűrte a rátelepedett élősködőket, és Magyarországon is ugyanezt kell tennie az ország politikusokkal szemben. És köszönöm szépen a kitartást. És nagyon jó, amikor leiskolázni a bíróra.